A dombovári önkormányzat a társ önkormányzatokkal, Szakcsal és Lápafővel közösen két Európai Uniós programban vesz részt. Egy-egy pályázatra 250 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyertek el, amelyekből olyan közösségteremtő szakmai programot tudnak megvalósítani, mint a könyvtárban megrendezett Babamama klub. Ennek a klubnak a keretében szakavatott védőnök találkoznak olyan fiatal anyukákkal, apukákkal, szülőkkel, akik részére megfelelő szakmai tanácsokat tudnak adni. Hartung Vilmosné védőnő minden szerdán 2 órától tartja a Babamama klubot, ahol a szülőket a gyerekek öltözködésével, táplálkozásával, viselkedésével kapcsolatos tanácsokkal látja el. Emellett pedig a gyermekek szocializálódására is szolgál a találkozó, hiszen itt egymással játszhatnak, barátságot köthetnek. Ennek a programnak egy másik típusa az úgynevezett babamasszázs tanfolyam, illetve maga a babamasszázs, amikor a védőnő olyan simogatással, kis enyhe masszázssal a babának a kedélyállapotát, egészségi állapotát szinten tudja tartani vagy fokozni, és az augusztusi hónapban, amikor ugye indul a tejfakasztó program, akkor pedig az anyatejnek a fontosságáról, annak a szerepéről lesz majd folyamatos előadás. Szabó Lóránt polgármester elmondta, hogy azért is örülnek különösen az ilyen projektnek, mert a város célja az, hogy helyben tartsa a fiatal családokat, sőt, annak örülnének, ha minél nagyobb számban betelepülnének Dombovárra. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy ilyen szakmai és közösségteremtő programok megvalósuljanak.